Sziasztok! A következő, amit tanítani szeretnék nektek, az szintén egy ilyen lapejtési dolog lenne, de nem ez a fajta, hanem ez a fajta. Nem tudom, mennyire lehet látni ebből a szögből. Ez halkabb, mint hogyha kifolynának a lapok az ember kezéből. Megpróbálom úgy dönteni, hogy jól lássátok. Lássuk ezt, hogy kell csinálni. Ennek a lapejtésnek a lényege tulajdonképpen az, hogy szépen a kezeink közül, igazából a középső és a hüvelykujjunk közül ejtjük ki úgy a lapot, hogy közben a gyűrűsujjunk szépen így engedi le őket folyamatosan, tehát ha megfogom itt a másik kezemben, ez történik. Engedem a hüvelyk és a középsúlyam a lapokat, és szépen a gyűrűsúlyamat pedig húzom így hátra, és ahogy húzom hátra, úgy lehet látni, hogy így esnek le a lapok. Tehát ez így néz ki, mutató fölül, középső, hüvelyk, kisúly nem érdekel, gyűrűsúly, és azt húzom hátra, tehát ezt csinálom tulajdonképpen, ezt, így. Ezzel pedig engedek nyitni, tehát így nyitok, ezzel meg jövök hátra. És akkor egy ilyen szép ejtést lehet produkálni. Középső hüvelyk, gyűrűsúlya engedem, másik karmadik elkapom. Ez a lapok folyatása vagy ejtése. Jó gyakorlás, sziasztok!